csatornán. Ebben a pillanatban jöttünk haza a Tesco-ból, és hát bevásároltunk így nagyjából kajákat, és még sosem csináltam food haul videót, aztán gondoltam, megpróbálom. Nem tudom, milyen lesz, meg hogy mennyire érdekel titeket, de tartsatok velem! Kezdjük a nagyon izgalmas dolgokkal. Vettünk kiflit. Habár ez nem is kifli, hanem rudacska a Tesco szerint. Ebből vettünk, fogalmam sincs, hány darabot, mert ez Zsolté. Közben Zsolti segít nekem, 10 darab rudacskát vettünk. Aztán vettünk nekem egy Roberto kenyeret. Most, hogy ugye diétáznom kell, én ezt szoktam enni, ez teljes kiörlésű. Nem is látom rajta, hogy ez hány százalékos. Roberto szeretett kenyér, 2,4% olívaolaj, és teljes kiörlésű búzaliszt. Mondjuk az nincsen rajta, hogy hány százalék. Fel sem tűnt. Na mindegy, a lényeg az, hogy Roberto kenyér, én ezt nagyon szeretem. Aztán vettünk trapista sajtot. Ez most Tesco-s trapista sajt. Azért ilyet vettem, mert lényegében ez volt kéznél. Nem, trapista sajtok között nem szoktam nagyon válogatni, mert számomra mindegyiknek ugyanolyan íze van, és mindig ilyen nagy trapistát veszünk. Hát, kicsit kevesebb, mint egy hét alatt mi megeszünk egy ekkora adag sajtot. Aztán vettünk tejfölt, ebből ezt a magyar tejfölt, szoktam a 20%-osat venni. Aztán vettünk csirkemellcombot. Vettem 4 darab csirkecombot és 1 kiló csirke mellett. Ezt most nem mutatom meg, mert abban semmi extra nincsen. Aztán vettem ilyen privát húsos füstölt főt csemege karajt, mert egyszerűen nem bírja a gyomrom a paprikás szelámét, Lotti mindig visszadobja. A csirkemell sonkától meg már heróton van, úgyhogy inkább ilyen sonkát vettem. Aztán vettünk krumplit, ebből lesz ma az ebéd. Vettünk egy hegyeserős paprikát, ez Zsoltié. Egyszerűen meg ki is örült. Vettünk póréhagymát, ez nagyon vicces volt. Nagyon durván erős illata van, és beraktuk a csomagtartóba a kaját, utána beugrottunk a Deichmannba, és amikor beültünk a kocsiba, olyan büdös hagymaszat terjengett az autóba, hogy valami hihetetlen. Aztán vettem gombát, ez ilyen szeletelt csiperke gomba. Én beismerem, hogy én egy baromi lusta ember vagyok, úgyhogy ha Tesco-ban járok és gombát veszek, akkor az esetek nagy részében ilyen gombát szoktam venni, mert nem kell vele. Majdnem mondtam, hogy mit csinálni, úgyhogy gomba. Aztán vettünk 3 darab kunsági tejet, 2,8-ast, ezt tiszta Zsolti meg Lili. Vettem egy ilyen 4-es pak Danon naturjoghurtot, ezt tonhalsalátához szoktam használni, illetve hát rakok bele ilyen bogyós gyümölcsöt, és akkor úgy eszem meg. Vettünk WC bizbaszt, ennek mi a hivatalos neve amúgy? WC frissítő. Na, hát én ezt nem tudtam, hogy ezt WC frissítőnek hívják. Mi ezt a Zsoltival WC bizbasznak hívjuk, és hogyha mondjuk a másiknak, hogy elfogyott itthon a WC bizbasz, akkor tudjuk, hogy ilyet kell venni. Aztán vettem popsi törtlőt, én mindig ezt a Sensitive Fred & Flow-s popsi törtlőt vettem. Ez ugyanaz, mint a régi Tesco-s, tehát egy az egyben ugyanaz, 72 darabos, azt hiszem 400 forint. Én Lottival is ezt fogom használni már az első pillanattól kezdve, ugyanis mind a vastagsága, mind a lapméret, mind a nedvessége nekünk pont megfelel. Rengeteg fajta popsi törlőt kipróbáltam, de nekem ez vált be a legjobban, illetve hát értitek, hogy nekem. Úgyhogy szerintem ez tök jó. Azért egyet vettem, mert nem tudtam, hogy mennyi van itthon, és amikor a Tesco közében járok, mindig veszek egyet. Aztán ez nem tudom mi. Ezt a Zsolti vette, spanyol szalámi jellegű, hagyományos élelősű csemege húskészítmény. Ezt tudja, hogy nem éreztem a kosárba. Aztán vettem egy Tesco-s vajkrémet, sima natur. Vettem egy tolle trapista sajtot, lightot. És összetör is kiürült. Nézzük a következőt. Vettem egy saláta keveréket, ez az Iceberges Family
mosott fogyasztásra kész salátakeverék. Ebben van jégsaláta, endivérsaláta, vörös káposzta, sárgarépa és csemege kukorica. Én elég válogatós vagyok olyan szempontból, hogy egyszerűen képtelen vagyok megenni a rukkolát. Gyűlölöm a rukkolát, és olyan, minthogyha így megeszem, és mintha szúrná a számat. Én nem tudom, tényleg, és az íze is olyan keserny, és fúj, utálom a rukkolát. Úgyhogy nekem kb. Mindegy, hogy milyen salátakeverék, mindig csak azt nézem, hogy rukkola ne legyen benne. Aztán vettem koktélparadicsomot. Nagyon érdekes, mert a gyomrom nem bírja a sima paradicsomot. Vissza is dobja Lotti, illetve utána fáj is tőle a gyomrom, meg hány ingerem, meg minden bajom van, viszont a koktélparadicsomtól nem. Úgyhogy én a koktélparadicsom. Aztán vettünk 10 darab tojást, mert az nálunk baromira fogyóeszköz. Vettem egy tesztós, kis csomagos, gyors fagyasztott zöldborsót. Brassóit szeretnék főzni, úgyhogy azért a zöldborsó. Aztán vettem egy pölöskei cukormentes szörpöt, ez most jelen pillanatban kivis, mert hogy a szamócás már nagyon fogyóban van. Nem tudom meginni a vizet, mert szintén hány ingerem van tőle, tehát pedig régen nem volt ilyen, csak mióta terhes vagyok. Ne jó pont kisütöttenek, biztos szépek a fények. És ez a pölöskei az, amit bátran lehet inni terhességi diabétesz alatt is. Mert egyáltalán nem tartom az hozzáadott cukrot. A... Nem is tudom melyiknek van, illetve egy csomónak van light szörp, de az csak csökkentett cukortartalmas. Tehát abban ugyanúgy van cukor, viszont ebben nincsen cukor, és nagyon finom. Én nem úgy szoktam inni, hogy ilyen olyan édes legyen, mint a méz, hanem csak éppen, hogy csak ne... Tehát, hogy lehessen érezni, hogy valami van benne. Tehát én Zsolti múltkor ivott a szörpömből, és azt mondta, hogy ennek így nincs értelme, de számomra van. És ez a szetyör is kifogyott. Na nézzük a következőt. Vettem egy twist tonhalat olívolajban. Én mindig ezt a fajta tonhalat veszem, mert nem ilyen pépes, tehát nem ilyen undi pép, hanem ilyen tök jó darabok vannak benne. És tonhal salátához is jó, meg tonhalas tésztához is jó, mert nem ilyen pépes az egész. Én ezt nagyon szeretem. Aztán vettem ezerédes eritritolt, poralapút. Itt van itthon folyékony stevia, amit gyűlölök, viszont szeretnék sütit sütni, és abban meg úgy gondoltam, hogy ez a fajta jobb lesz. Régebben vettem már, és nekem van egy ilyen hideg mentolos utóíze, de állítólag, ha keveset használunk belőle, akkor nem érződik. Nagyon remélem. Aztán vettem még egyfajta sonkát, ez sült csirkemás sonka, ez a kemencés. Ez nagyon finom, én ezt nagyon szeretem. Illetve vettem prágai sonkát 92% hústartalommal. Aztán mit vettem még? Ó, képzétek el, mit találtam a Tesco-ban. Teljes kiörlésű rétest. Ezért vettem lényegében az eritritolt, mert hogy mákosét ezt szeretnék majd csinálni valamelyik nap. Nem teljesen tökéletes, ugyanis ennek csak 49%-a készült teljes kiörlésű lisztből, viszont mivel hivatalosan nincs még terhességi diabéteszem, csak majdnem, ezért úgy voltam vele, hogy talán egy szelet ebből készült rétes belefér majd Uzsira. Muszáj, hogy beleférjen, mert borzasztóan édesség hiányom van. Aztán vettem egy ilyen... Hogy ez a fajta? Ugyanolyan márkájú leveles tésztát. Ebből Liliéknek csinálok majd szerintem vagy pizzás csigát, vagy valami túrós cuccot, és akkor ez lesz Liliuzsonnál valamelyik nap. Vettem ilyen Kaiser aranypulyka virslit, sajtos füstölt virslit. Elég rossz minőségű. 60%-os csak a hústartalma, viszont Lili nagyon fura, mert nem eszi meg a normál virsliket. Ugye általában Lidl-ben szoktam virslit venni, mert az tényleg érződik rajta, hogy abban hús van. Ez nem tökéletes, viszont Lili sajnos ezt teszi meg a Tesco-sat. És úgy voltam vele, hogy akkor már inkább ez, mert a Tesco-sat, mikor kibontom és még jó, akkor is érzem, hogy ilyen büdös, szóval nem bírom azt. Úgyhogy ezt vettem neki, ezt nem non-stop eszi, tehát mit tudom, egy héten egyszer eszik belőle két darabot uzsonnára, szóval... Általában úgy sem, hogy felbontom, ugye kettőt megcsinálok, a másik kettőt meg lefagyasztom, hogy ne romoljon meg.
És lassan a végére is érünk. Vettem 2 darab habtejszínt. Mindig ezt a Tesco-s habtejszínt veszem. Ez 30%-os és cukrozatlan. A reggeli kávémhoz is ezt használom. Visszatértünk a kapszulásra, tehát ezt használom a reggeli kávéhoz is, illetve minden máshoz. Szóval ennyi lenne, nem tudom mennyire tartottátok érdekesnek vagy hasznosnak ezt a videót. Ha tetszett és szeretnétek még ilyen videót, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy írjatok kommentet, vagy szóljatok valahogy, hogy legyen még máskor is ilyen videó. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!